Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. A Dabronc Marcal Völgyi Egyesület csapatainak decemberi utolsó tornáján emlékeztek és ajánlották mérkőzéseiket az egy éve tragikus balesetben elhunyt fiataloknak, köztük kiváló röplabdásaiknak, Sümegi Norbertnek és Iván Gergőnek. A belépőjegyekből befolyó összeggel az Iván Gergő emlékalapítványt támogatták. Lelkes küzdelmes röplabda torna részesei lehettek a Dabronc Marcal Völgyi Egyesület korosztályos csapatai december végén. A mérkőzések előtt az egyesület elnöke köszönetét fejezte ki a szervezőknek egy nemes célhoz való hozzájárulásért. 2022. január 1-én történt az a tragikus baleset, amelynek áldozatai fiatalok voltak. Az elhunyt röplabdázó Iván Gergő családja kezdeményezte az alapítvány létrehozását. A torna megszervezésével az egyesület elsőként élt a lehetőséggel, hogy támogassák ezt a szervezetet, mely arra hivatott, hogy a tehetséges röplabdásokat felkarolja és segítséget nyújtson. Szomorú az az esemény, amely ennek az alapítványnak a létrejöttét motiválta, és az évfordulóhoz közeledve egyre nehezebb ezt elfogadni és ezt feldolgozni. Bizonyára mindannyiunk számára egy nagyon pozitív dolog lehet az, hogy egy ilyen fiatalember nevével jelképezett és az ő múltjával megalapozott alapítvány újabb fiataloknak tud lehetőséget biztosítani azért, hogy céljait elérhesse. Az egyesület azt vállalta, hogy a torna bevételeit az alapítványnak utalja, azonban az egyesület elnöke még több segítséget is felajánlott. A most befolyt összeget az egyesület megduplázza saját forrásaiból. Én kérnék mindenkit, hogy tényleg lehetőségei szerint ne csak most, bármikor, ha ezt megteheti, hiszen van számlaszám, megtalálható, és ahogyan a kurátorium tagja itt elmondta nekünk, bármilyen egyéb formában is segítséget tudunk nyújtani a jövő nemzedékének. Jelen volt a balesetben elhunyt kiváló röplabdás édesapja is az eseményen, ismertette az alapítvány létrehozásakor kitűzött célokat. Elsősorban a fiam emlékének szerettem volna mindenképpen egy méltó, ha úgy tetszik, emléket állítani. Ez a személyes része, és a közcélú pedig az, hogy ismerve Gergő jellemét, természetét, a segíteni akarását, úgy gondoltam, hogy nagyon szépen tudjuk egy kis darabját átörökíteni az alapítvány formájában annak a fajta segítőkészségnek, amit ő egyébként egész életében képviselt. Ilyen formán a célok, hát hogy úgy fogalmazzak, zanzásítva a tehetséges 21. életévüket még be nem töltött ifjú magyar sportolók, röplabdások természetesen megsegítése többféle formában, anyagi, illetve egyéb juttatások formájában. Az alapítvány forrásainak legnagyobb részét a Finokaposvár Gergő klubja biztosította, de folyamatosan támogatják a szervezetet magánszemélyek tárgyi és anyagi lehetőségekkel. Neves sportolóktól kapunk elárverezésre szánt sportrelikviákat, és ennek köszönhetően ott tartunk, hogy pillanatnyilag az idei év decemberében 3/4 részben készen van egy olyan pályázat, amit januárban szeretnénk kiírni az alapítvány honlapján. Egy egyszerűsített változat mindenki számára, minden kompetens sportoló számára hozzáférhető és megérthető formában, és ott részletezzük azt is, hogy mely dolgokra, milyen formában és hogyan lehet pályázni. Ez az első, azt hiszem, komolyabb munkája az alapítványnak, és nagyon, nagyon nagy örömmel tölt el az, hogy egy kérést már sikerült teljesítenünk, mégpedig egy átigazolás is esetében segítettünk egy fiatal sportolónak.
És hogyan tervezik a következő évben, melyek lesznek azok az alkalmak, amikor sor kerül majd a támogatások, az adományok átadására? A pályázatok, illetve a támogatások elérhetősége folyamatos. A honlapon közölt elérhetőségek egyikén, másikán bármelyikünk elérhető. Itt elsősorban persze a kurátorok fognak dönteni szakmai alapon a kiosztható támogatásokról, tehát ez nem időponthoz kötött ilyen értelemben. Hagyományteremtő céllal Gergő születésnapján rendszeresen tornát szerveznek, mondta el az édesapa, erre novemberben került sor elsőként Kaposváron. Szeretnék egy nagyon megható dolgot idézni, elmondani erről a meccsről. Ennek a meccsnek a bevételét a vendéglátó Finó Kaposvár felajánlotta az alapítvány javára. A bevételek nyilván a belépődíjakból jönnek össze. Tudomásomra jutott, hogy volt, aki 10 belépődíjat vett, illetve az is, hogy az ellenfél Kazincz Balcika csapatának minden játékos jegyet váltott. Szóval ez megható és nagyon szép gesztus. Az alapítvány célja nem csak az, hogy a hátrányos helyzetű sportolókat támogassa, hanem az is, hogy az adott szezonban vagy az adott tárgyévben kiemelkedően teljesítő ifjú sportolókat bármilyen módon kiemelje, jutalmazza, elsősorban motivációs céllal egy plakett, illetve egy oklevél kíséretében egy akár bármilyen egyéb tárgyi jutalommal példát állítva így az évi tárgyévi teljesítményének. Iván András hangsúlyozta, hogy örömmel vették a sümegi torna szervezésének ötletét. Remek alkalom ez egyben arra is, hogy saját szülővárosomban ismertethessem az alapítvány céljait, elérhetőségeit, illetve felhívom a figyelmet arra, hogy sokféle módon tudunk segíteni a rászoruló gyerekeknek. Hogyha egy kicsit előre tekintünk, hogyan látja az alapítványnak a jövőjét? Vannak vízióim, én úgy gondolom, hogy nagyon erős a szándék magam személyes részéről is érthető okokból, illetve olyan kurátori gárdát sikerült az alapítványba csábítanunk, bár nem kellett nagyon, mert szívesen jöttek, akik nemzetközi szinten is elismert sportolók, szakemberek, és nagyon elhivatottak az üggyel kapcsolatban. Én úgy látom, hogy ha ezt a munkát hasonló lelkesedéssel és hasonló tartalommal tudjuk megtölteni, akkor az az előbb említett plakett, amellyel majdan díjazhatunk egy adott tárgyban jól teljesítő sportolót, egy nívót fog képviselni a magyar röplabda sport életben. A most játszó fiatal sportolók talán még nem is értik pontosan, miért dolgoznak a felnőttek, mit jelent az alapítvány. Hajtja őket a játékszenvedélyük, a sportág iránti rajongásuk. Azonban, ha a pályafutásuk során az előbrejutás érdekében támogatásra szorulnak, maguk mögött tudhatják a non-profit szervezetet, amely Iván Gergőnek, a 19 évesen tragikusan elhunyt kiváló röplabdásnak, a Finó Kaposvár feladójának emlékét örökké őrzi szülővárosában is.